Jó estét, tiszteltek, köszöntöm Neked, Róna Jégon vagyok, ez itt az Egyenes Beszéd, két politológussal folytatjuk, vagy hát kezdjük igazából arról a beszélgetést, hogy amikor azt mondja az Európai Bizottság, hogy lássuk a tényeket, akkor igazából mire gondol Deák Dániel és Tóth Csaba? Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Jó estét! Szóval lássuk a tényeket. Az Európai Bizottság úgy gondolja, hogy a magyar kormány kampányával szemben fel kell lépni, és el kell mondani, mi a valóság szemben azzal, ami a kormányzati plakátokon, azon a bizonyos Juncker-soros plakátsorozaton látható. Ez azt gondolom, hogy önmagában sem egy megszokott helyzet, a bizottság ritkán veszi fel így a kesztyűt, igaz? Igaz, de hát szerintem nagyon kevés az, amit a bizottság tesz. Ugye a kormány teleplakátolja Magyarországot, Orbán Viktor minden egyes háztartásba fog közpénzből küldeni egy levelet, ehhez képest a bizottság kiad egy hát nagyon hosszú és első pillanatra nem is mindig befogadható. Hát ő is írhatna levelet az állampolgároknak, ő is tudna kampányolni, ő is fel tudná venni a kesztyűt, nem szokásos eljárás. De a bizottságnak dolga kampányolni egy országban, hát nyilván nem. Én nem tudom, hát nem tudom, szerintem, hogy a szerintem a magyar dolga, kormány, a szerintem a magyar kormánynak sem dolga, amire fel szeretném hívni a figyelmet, hogy persze mi itt vitázunk erről, de a választópolgárok többségének a vitának csak az egyik oldalát látja, azt a rengeteg plakátot, azt a közpénzből folytatott kormánypropagandát, ami nagyon leegyszerűsítő álláspontokról beszél, vagy igaz, vagy nem, szerintem persze nem, de erről egyébként lehetne vitázni, szerintem a kormány dolga nem az lenne, hogy a Fidesz propagandáját nyomja, nem az lenne, hogy legalább törekszik a kiegyensúlyozott tájékoztatásra, tudom, ez egy vágyálom. Na de ha igazad van, Csaba, akkor a kormány eléri, amit akar. Ha azt mondod, hogy a kormány plakátok meg a levelek sokkal több emberhez jutnak el, mint a másik vélemény, akkor ezzel gyakorlatilag célba is ért a kormányzat. Azt mondtad, nem igazak, akkor mondjuk a kötelező kvóta sincsen, és azt sem akar az Európai Bizottság? Azt mondtam, hogy erről érdemes vitatkozni, én azt szeretném látni, hogy mind a két más álláspontról lehet. Hát szerintem nem igaz az. A brüsszeli állítás, ugye Dobrev Klára pont ebben a stúdióban arról beszélt, hogy ezek az állítások mind hazugságok. Igen. Ők konkrétan azt mondta, hogy nincsenek is olyan bevándorláspárti politikusok, akik ugye ezeket az intézkedéseket el akarják fogadni, vagy ezeket szorgalmazzák. Szerintem ez egy szintiszta hazugság, tehát a kormánynak ez a fő három állítása az teljes mértékben igaz, és még Dimitri Avramopoulos, az Európai Bizottságnak a migrációgyért felelős biztosa, még januárban is arról beszélt, hogy automatikus elosztási mechanizmust akarnak, arról beszéltek, hogy a bevándorlás az jó, vannak Afrikából ilyen próba programok, amelynek keretében legális módon akarnak telepíteni migránsokat. Beszélnek, vagy erről születik egy döntés, amit adott esetben Orbán Viktornak is meg kellene szavaznia. Az egy két különböző nagyon dolog. Nagyon fontos, hogy a brüsszeli döntéshozatalnak több szintje van. Az Európai Parlamentben fogadják el általában ezeket az intézkedéseket és ezeket a javaslatokat. Tehát de az nem a migránsvízum, ugye a kötelező kvóták, automatikus szétosztás, ezeket az Európai Parlamentben elfogadták, és utána mennek ugye a többi testület elé. Az Európai Bizottságban is hasonló javaslatok fönt vannak, hogyha az Európai Bizottságnak a honlapjára rámegyünk, a kötelező kvóták még mindig ott vannak, elérhetőek, elolvashatóak. Egy honlap ellen küzdünk. Tehát az Európai Bizottságnak a hivatalos honlapja, a hivatalos javaslatairól van szó. De ott van több javaslat is, nem? Nem csak ez az egy, bocsánat Csaba. Nem csak ez az egy javaslat van, ott mindenféle javaslat olvasható, ami fölkerült. Az Európai Bizottság elnöke, az első alelnöke, az Európai Bizottságnak a migrációs ügyi biztosa, ezekről beszélt. Most te azt mondod, hogy amikor azt mondja a bizottság, hogy nincs kötelező kvóta, csak önkéntes betelepítési programok vannak, akkor a bizottság a saját dokumentumában hazudik? Jelen pillanatban önkéntes módon történik a befogadás, hát de akkor épp ezt akarja az Európai Bizottság, az Európai Parlamenttel karöltve, hogy ez ne önkéntes legyen, hanem kötelező jellegű legyen. Ezért megy Magyarország a szemben is kötelezettségszegési eljárás. Két szinten vitatkozhatnánk erről, az egyik szint az az, hogy próbáljuk komolyan venni a kormányzat állításait, és hát akkor az a kérdés, hogy vajon miért Magyarországon kell több ezer plakátot csinálni, miért nem hívja fel Orbán Viktor az Európai Néppártban lévő szövetségesét, és kérdezi meg, hogy mi a helyzet. De én nem akarok úgy tenni, mint ez egy tartalmi vita lenne, arról van szó, hogy a kormány oldal szeretné továbbra is ezt a témát napirenden tartani. Ezzel egyébként önmagában szerintem baj nincs, azzal van baj, hogy a másik oldal álláspontját nem lehet látni. Ezzel van tele. Mi a másik oldalnak az álláspontja? Hát a magyar ellenzék. Inkább az, hogy hazudik a kormány. A DK-nak ugye van egy markáns álláspontja ezekben a kérdésekben, ők tudnak reagálni, de például a Jobbiknak mi az álláspontja, az MSZP párbeszédnek mi az álláspontja, azon kívül, hogy hazudik a kormány. Hát most beszéltünk arról, és ismerted, hogy nem hazugság. Én nem a kötelező kvóta az ott van a napirenden, akarja az Európai Bizottság. De az, hogy ott van a napirenden, akarja az Európai Bizottság, nem tudom, hát Navracsics Tibor talán érdemes megkérdezni, hogy Magyarország képviselte ebben. Korábban még a Magyar Időknek nyilatkozott arra, hogy vannak ilyen törekvések. Akkor ezek szerint Navracsics Tibor azt állítja, hogy az Európai Bizottság. De akkor szerintem nincs ott, tehát az Európai Bizottságot csak megmondom, megmondom, Dániel, én kevéssé ismerem az Európai Bizottság hétről hétre tervezett napirendjét.
Egy dolgot ismerek még kevésbé, a magyar kormány napirendjét, de most ez mindegy. Igen, az Európai Bizottság napirendje szerintem nem témája annak, hogy a magyar belpolitikában mi történik. Az a témája, hogy van egy plakátkampány irtózatos közpénzből, és nincs a másik oldalán semmi, tele van ragasztva az ország ezzel, miközben a másik oldallal szemben ászvizsgálatok zajlanak, miközben a másik oldallal szemben az nincs ilyen típusú lehetőség. Az egyik oldalal szemben ászvizsgálatok már nem tudnak elszámolni a kampányköltéseikkel. Nyilván, amikor Szijjártó Péter a BBC-nek arról beszél, hogy a kormány kampány az persze azonos a Fideszével, mert ugyanaz a mondani valunk, akkor azért az egy felvethető kérdés, hogy akkor ez most a Fidesz vagy a kormány kampánya. Szijjártó Péter arról beszélt, hogy itt van az európai parlamenti választás, amelyben a kormánynak van egy világos álláspontja, és tájékoztatni akarja az embereket erről. Ez sem véletlenül ez az álláspont szó szerint azonos a Fidesz tájékoztatandó álláspontjával. Ezért szépen néznek, hogy a kormánypártok más gondolnak, mint a kormány. Jó, de akkor, ez nem Fidesz kampány? De hát ugye, ugye sokat beszélünk arról, hogy választás, tisztasága, mindig elmondjátok a jobb oldalról, hogy miért foglalkozunk ezzel a kérdéssel, és hát többek között ezért. Én utána számoltam, ha én akarnék minden háztartásba levelet küldeni, ez nagyjából 500 millió forintba kerülne, egyetlen ellenzéki pártnak sincs lehetősége felvenni a versenyt ezzel az egyelemmel. Ezzel az egyelemmel. Több milliárd forintot kapnak. Hát én úgy látom, hogy jelen pillanatban az történik, hogy az ÁSZ ellenőrzi őket. Hát nem az ÁSZ-nak ellenőriznie kell, ez és a kormánytól független módon ellenőrzi. Ja, bocsánat, hát ha a kormánytól független módon teszi, akkor biztos csak véletlen, hogy a Fidesznél soha nem talál semmi problémát, miközben a kormány propaganda és a Fidesz propaganda egyre jobban összecsúszik. Én szerintem ne próbáljunk úgy tenni, mintha nem látnánk, hogy mi történik. De most azt állítod, hogy az ÁSZ az jogszabályokat megszegve vizsgálja az ellenzéki pártokat, nem, és talál felszabályokat. Nem, azt állítom, hogy furcsa az, hogy az ellenzéki pártok nem képesek elszámolni a költésekkel. De a Momentum esetében pont a Figyelőnél írtuk meg, hogy nagyjából a 20%-ával a költéseknek nem tudnak elszámolni számlával. De most a Momentum visszakapta pont, az ÁSZ elfogadva az ő dokumentációjukat, visszakapta a lehetőséget és a pénzt. Erről volt szó, és a Momentum... Akkor mégis el tudtak számolni, akkor tévedtetek. Nem, hát ez ugye pár hónappal ezelőtt, pár korábban volt ez a történet, azóta már nyújtott a Momentum és a papírokat. Én azt hiszem, azt akarom mondani, hogy ha valaki végigélte az elmúlt évet Magyarországon, beleértve a 2018-as választási kampányt, látta azt a mennyiségű kampányt, ami a Fidesz és a kormány üzeneteit jelezte, és aztán azt hallja az ÁSZ-tól, hogy hát a Fidesz-szel minden rendben, ellenben az ellenzéki pártoknál ez is ez van, az legalábbis komoly kérdéseket vett fel az ÁSZ függetlenségi pillanatban. Viszont én erről felkaptam a fejem valamire, ami meglehetősen furcsa volt, én ilyet a kormány oldalán érvelő politológustól, politikustól nem nagyon hallottam az elmúlt években. Megdicsérted a DK-t. Azt mondtad, hogy a DK az egyetlen, amelyik meg tudja fogalmazni a véleményét. Tegnap a köztelevízióban ugye erről beszélgettünk. Igen, tehát a demokratikus koalíció jelen pillanatban az ellenzéki térfélen az egyetlen egy olyan párt, amely világos, koherens vízióval rendelkezik, főként az európai parlamenti választási kampánynak a legfőbb kérdéséről, ugye, hogy hogyan nézzen ki Európa, Európai Egyesült Államok, és hogy bevándorláspolitikai kérdésekben sokkal inkább egy befogadó álláspontot képviselje Magyarország. Ez nem újdonság, Gyurcsány Ferenc volt, aki kiment. Dobrev Kára nem erről beszélt itt. Nem erről beszélt, de azt akkor ne, hogyha ellenző vagyok, és ilyenkor nem a konkrét szavakat nézem, hanem mi van a tartalom mögött. Én meg csak azt tudom nézni, amit kimond, tehát azt, hogy mit gondolhat esetleg, amiről nem is beszélgettünk, azt nem tudom. A DK-ról senki sem gondolja azt, hogy egy bevándorlás ellenes párt. Gyurcsány Ferenc migránsokat fogadott be a saját otthonába, kiállt a határkerítéshez egy vágólóval, és el akarta vágni, azt mondta, ezt innen el kell tüntetni. Azt csak rosszul tette Gyurcsány Ferenc, hogy menekülteket fogadott be pár éjszakára? Hát azt dönts el, mindenki saját maga szerint ez rossz vagy jó. Én csak azt mondom, hogy ő egy világos álláspontot képvisel ebben a kérdésben, és az európai parlamenti választási kampányban ez egy verseny előny lesz. Viszont, hogy miért kaptam erre fel a fejem? Ezt most akkor mind a kettőtökhöz intézem már egyértelműen. Az jó a kormánynak, hogyha egyértelműnek tűnik, hogy az ellenzéki oldalon a DK a legerősebb mondani valóval rendelkező? Vagy jó a Fidesznek, ha egyértelműnek látszik? Úgy fogom, az ellenzéknek rossz. Tehát ugye a legelutasítottabb politikus Gyurcsány Ferenc mind a mai napig. Hát akkor jó a kormány. És ez az álláspont, amit ő képvisel, az egy kisebbségi álláspont Magyarországon, tehát elutasított álláspont. Akkor ezek szerint az jó a kormánynak, hogyha úgy tűnik, mintha ők lennének az egyetlenek, akiknek a véleményük? Én szívesen bármit eldöntök, bár már nem Gyurcsány Ferenc a legnépszerűtlenebb, ha jól láttam a mediál legutóbbi adatait, például Puzsér Robert kevésbé népszerű. A kormány oldal
kommunikációs stratégiája régóta világos ebben. Fogja a legradikálisabb, sokszor népszerűtlen álláspontot, ez a bevándorlás kérdésében sokszor a kötelező kvóta támogatása, és úgy próbál tenni, mintha az minden ellenfelének álláspontja lenne. Ez az egyik dolog, amit csinál, a másik dolog, amit csinál, úgy próbál tenni, mintha a DK mozgatná az ellenzéki térfelet. Ez nincs így, a DK támogatottsága jelen pillanatban az ellenzéki pártok között, ha jól számolom, talán a harmadik helyen van, ebben is szokott lenni változás. Szerintem Dobrev Klára egyébként egy jó jelölt a DK szempontjából, de azt gondolom, hogy a DK álláspontja nagyon messze van ebben a kérdésben a többi ellenzéki párt álláspontjától, de azt is gondolom, hogy nem tenné helyesen az az ellenzéki párt, amely belemenne az egész migrációs tematikában. Nyilvánvalóan ez csak a kormány oldal érdeke, csak nagyon nehéz úgy, hogy hát közben az ország, mint mondtam, tele van ragasztva ezzel. Ugye, nem tenné jó, az országgyűlési választási kampányban az ellenzék szintén került a bevándorlásnak a témakörét, és láttuk, hogy mi lett a vége. Tehát, szerintem... Mennyit költött a Fidesz és a kormány bevándorlás hagyjuk, tehát... Hát én értem, hogy te hagynád az ellenzék szempontjából, ez egy fontos kérdés, hogy a választás... azért nyert a Fidesz, mert hogy nem, ő volt a mérleg. Nem, azt állítom, hogy a választás tisztaságát, a választásnak azt a szintjét, hogy mindkét oldal egyforma esélyhez jusson álláspontja kifejezésében, ez súlyosan sérül Magyarországon. Te is elismert, hogy Budapesten nagyjából mindenhez hozzáférnek az emberek. Nem ismerem, hát a plakáthelyeknél például nem ez a helyzet. Én a amikor jövök ide, hát csak jobbikos plakátok voltak az országgyűlési választási kampányban. Én most a mai napról beszélek. De én meg az országgyűlési választási kampányról beszélek. Jó, de azok a plakáthelyek, amik akkor Simicska Lajos nevéhez fűzhetők voltak, azok már nem állnak az ellenzék rendelkezésére, még a Jobbiknak se. Az országgyűlési választási kampányban tele volt jobbikos plakátokkal az egész ország, semmi hatásuk nem volt a Jobbikra nézve. Jó, de ha visszakanyarodunk ahhoz, amit az előbb kérdeztem, akkor én azt jól értékelem, hogyha felemeli a kormány vagy a Fidesz Gyurcsány Ferencet, de... és a legerőteljesebb ellenfélnek mutatja az európai parlamenti választásban itt belpolitikailag, az lehet jó arra, hogy a migráns kérdés mellett Gyurcsány Ferenc szellemének de... megidézésével a fideszes szavazókat elvigye de... választani. Összeesküvés elmélet. Nem, én ezt kérdezem. Szerintem nem a kormánypártok emelik föl Gyurcsány Ferencet, hanem Gyurcsány Ferenc egyedüli karakteres politikus jelenpről az ellenzéki térfén, aki képes érzeteket megfogalmazni. És gondoljunk vissza, hogy az EP választás az tipikusan alacsony részvételű választás. 2014-ben is viszonylag alacsony volt a részvétel, és 1%-ponnyi különbség volt az MSZP és a Demokratikus Koalíció között. 11 és 10, vagy 12-11, most nagyon minimális volt a különbség. Igen, jó, van, ugye van. Emiatt azok a pártok tudnak jobban szerepelni, akiknek aktív szavazótábora van. És most is ezt prognosztizálom, hogy májusban viszonylag mások lesznek már az erőviszonyok, mint amit most a kutatások mutatnak az alacsonyabb részvétel miatt, és a DK valószínűleg erre játszik Dobrev Klárás túl, Európai Egyesült Államokhoz túl, hogy az MSZP párbeszédet megelőzze, és itt vitatkoznék a Csabával, ugye sokat beszéltek ellenzéki politikusok arról, hogy az európai parlamenti választásnak a erős sorrendje lesz majd meghatározó az önkormányzati választásra erről nézve. Beszéltek. Én arszalom arról beszélek, igen, hogy meg fognak állapodni az önkormányzati választásokról, még az EP választásra. Ez a január-december, de még például novemberben arról beszéltek, az EP választás az egy jó, de a jelenlegi helyzet az, hogy nem várják meg az EP választást, hanem megpróbálnak megállapodni még itt március-áprilisban. Én azt várom, hogy ez az EP választás sok mindent meg fog mozgatni. Tehát, hogy például Gyurcsány Ferenc megelőzi az MSZP párbeszédet, amire azért most már reális esély van, de miért akkor valószínűleg át fognak előződni. Hát Gyurcsány Ferenc támogatottság az MSZP párbeszédet. De épp ezt mondom, hogy 14-ben 1%-ponnyi különbség volt az MSZP és a DK között. Erről beszélek, és hiába volt mondjuk a kutatásokban 5%-ban a DK. Ez is egy értelmezés. Én hagyjak egy másik értelmezést erről. Azt láttuk nagyjából december-januárban, amikor az ellenzék elkezdett együtt mozogni a parlamentben, hogy ez komoly problémákat okozott a Fidesznek. Én azt látom, hogy a kihívás az ellenzék számára ebben az európai parlamenti választási kampányban az, hogy ne dőljön be annak a retorikának, hogy hát itt egymással szembe kell menni, és egymáshoz képest kell méricskélni magukat. Szerintem van tér minden ellenzéki párt számára, van tér és szavazó a DK radikális EU pártiságára, az MSZP párbeszéd baloldali üzeneteire, a Momentum frissességére, az LMP zöld pártiságára, és a Jobbikhoz akartam volna eljutni, mert a Jobbikról nehezebb van, de baloldali Jobbik konfliktusra is látsz megfelelő teret, hogy egymás mellett mégis elmenjenek. Nem tudom, hogy ott hát nézd meg Hegedűs Lórántné, mert felmutatja a konfliktust magát. Ez egy Jobbikon belüli konfliktus, mind a két oldalit felmutatja. Mind a két oldalon van. Hát pont a Ebram és nem is a nap hírében, talán ott is összevesztek balliberális véleményformálók arról, hogy a Jobbikkal lehet együttműködni, nem lehet együttműködni. Szoktak vitatkozni. Hát,
pontos szakmámhoz tartozik köves. A baloldali liberális vélemény csak az nem mondja, mind a két oldalt megosztja. Tehát nem csak a Jobbikon belül van konfliktus az együttműködés kapcsán, hanem a bal liberális oldal is milyen megosztott. És azért mondom, hogy a Hegedűs Loránné sztoria most az mind a két oldali problémát felmutatja. Igen, és pont a Publicus publikált kutatást erről, de más kutatócégek is kutatták, hogyha Jobbiktól egészen a DK-ig összeáll ez az ellenzéki tömb, akkor nagyon komoly szavazói tábor lemorzsolódnak. Na, de most rosszabbul járnak az ellenzéki tömb, mert ugye arról beszélnek a pártok, hogy nem mint párt fognak összefogni mondjuk az önkormányzati választásra, hanem személyekben egyeznek meg, és a személyeket fogják támogatni, szinte függetlenül attól, hogy az a személy melyik párthoz köthető. Yes. Hogyha a helyi erők azt gondolják, hogy ő a legjobb a városban, őt fogják támogatni. És akkor mindegy lesz, hogy Momentumos vagy Jobbikos, ki ő? Ez világos forgatókönyv, de akkor is nagy valószínűség, amikor a nagyvárosokban, Budapesten, a kerületekben pártjelöltek lesznek. Tehát, hogyha elengedik Budapesten is azt, hogy ne pártokhoz kötődő személyeket jelöljenek a pártok, akkor feltetjük a kérdést, hogy mi szükség van egyáltalán pártokra, miért vannak ellenzéki pártok, minek van MSZP logó, minek van párbeszédlogó. Nyilván ők tudják a véleményét a szavazónak megfogalmazni. Hát de akkor állítson jelöltet, akkor merje fölvállalni magát az a párt. Hát a KDNP miért nem állít külön jelöltet? KDNP miért nem állít akkor önálló jelöltet? A KDNP állít a Fidesz-KDNP-vel, közös hát pártlogóval, ott van a jelölt. Ott, ott van a jelöltek mögött, hogy Fidesz-KDNP. Most az önkormányzati választásokon nagy valószínűséggel számos ellenzéki jelölt mögött egyetlen egy pártlogó sem lesz ott. Hát lehet, hogy a szarvasvadászoknak fontos, hogy a KDNP logója is ott legyen, de szerintem nagyon más szavazónak ma Magyarországon fontos, nem. Hát meglátjuk ezt. Láttam kutatásokat, nagyon sok Fidesz-KDNP szavazó, azért nem szavazna, nem szavazna a Fideszre, nem lenne ott a KDNP, ez érdekes. Keresztények, katolikusok és keresztények között nagyon sok ember van, aki a KDNP-t mondta. De akkor a KDNP miért nem meri sehol soha megméretni magát, semmilyen szinten, semmilyen módon egyedül? Mert párszövetségben van a Fidesz-szel. Miért kéne különben méretetni? Hát ettől lehetne neki mondjuk egy önkormányzati jelöltje. Az MSZP párbeszéd is felteszünk, oké, és a párbeszéd minden méreteti meg magát? Mert az MSZP a párbeszéd most méreteti meg magát az európai parlamenti választáson. Ez MSZP-vel közösen. Hát most ez majd még eldől. Nagy valószínűség az MSZP-vel. Nagy valószínűség. Azt gondolom, hogy két út van ezek mellett, ezek előtt az ellenzéki pártok előtt. Az egyik, hogy belemehetnek a menekültes migrációs retorikába, meg belemehetnek abba, hogy követve egy kicsit a jobb oldal tanácsait megpróbálják a saját érdekeiket ebben maximalizálni. Én szerintem afelé haladunk, és ez egy fontos fejlemény, hogy megpróbálnak úgy versengeni ezek a pártok, hogy bizonyos szabályokat nem hágnak át. Az előválasztás szerintem erre volt egy jó példa, és megpróbálják megnézni azt, hogy kinek milyen helyen van üzenete. Az EP választáson ez egy versengő listákat jelent, az önkormányzati választásokon valamiféle együttműködést. Minden törekvés meg fog érkezni a jobb oldalról, teljesen racionálisan jegyzem meg, hogy ez szétzilálja. Nem érdemes szerintem ezeknek a pártoknak ezekre hallgatni. Azt kimondható, hogy jelenleg az ellenzéki oldalon tehát a DK és Gyurcsány Ferenc által megfogalmazottak látszanak a legkarakteresebb, legkiéleltebb véleménynek? Ne én mondjam, de szerintem igen. Tehát Csaba, vitatkozz ezzel. Nem. Akkor kinek a legkarakteresebb? Szerintem nem. Hát ugye két napja vagy három napja van Dobrev Klára, tehát nyilván amikor valaki bejelenti a lista vezetőjét. Hát meg, ha jól értem, ide Jávor Benedek majd elfogja mondani. Ott még nincs is a végleges lista kialakítva, tehát én azt megvárnám a végleges üzenettel. És ugye mai politikában mi a legfontosabb? Az egyszerű üzenet, ami jól felfogható. Hát a DK-nak van, is fontos azért. De szóval egyszerű és könnyen megfogható üzenet. DK-nak van, MSZP párszínek nincs ilyen. De még nem késtek le, úgyhogy még várjuk ezeket az üzeneteket. Kíváncsian várjuk. A Fideszét ismerjük. Migráció, Soros, Juncker. Köszönöm szépen az önöknek. Köszönöm szépen.